Ma Norvégia a magyar női kézilabda válogatott ellenfele az első középdöntős meccsen az Európa-bajnokságon. A Kim Rasmussen csapatnak két győzelme mellett 50%-os a támadás hatékonysági mutatója eddig. A szélső gólokban a legjobbak vagyunk, miénk a legjobb védő is. Értékelés és latolgatás sugár tíme a Fehérvári kapus edzővel. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt kívánok! Gondoltad volna a holland vereség és a horvátok elleni rasmussen idézem csúnya győzelem után, hogy egy ilyen pazar és magabiztos meccset tudnak játszani a a spanyolok ellen? Igen, mi azt vártuk, de Ritával beszéltük is, hogy a, megverjük a spanyolokat. De hogy ilyen szépen, és e, ilyen maga biztosan? Jó, hát ebben csak reménykedni lehetett, de nem lehetett rá számítani, de a maga a győzelem az, hogy hogy pozitívan jönk ki a mérkőzésből, az, azt vártuk, igen. Még a szövetségi kapitány is meglepődött a mutatott teljesítményen. Mi okozhatta ezt a nagy formajavulást, folyamatos formajavulást? Azt lehet mondani, hogy hát egy, volt ebben tudatosság is, hogy valamennyire egy ilyen íven volt felépítve a, az, hogy hogy kell menni és gyalogolni a középdöntő felé? Hát ebben reménykedünk, hogy ebbennek van tudatossági része, hiszen ugye egyre többet vannak egy, együtt a játékosok, egyre jobban megismerik -e egymást, egyre jobban érzik azt, hogy milyen ütemben dolgoznak, úgyhogy maga a fejlődés az várható, illetve azt sem hanyagolhatjuk el, hogy ez a spanyol válogatott feküdt a mi válogatottunknak. Mert hogy ismered játékosként a világversenyek forma időzítéseit, és hát nem tudom, te hogy látod, hogy tapasztaltad, de általában a jó edzők azért végig gondolják előre kompozícióban, erőbeosztásként, taktikában az egész tornát, mert az jól hangzik, hogy mi csak a következő mérkőzésre készülünk, ugye van egy ilyen szlogen, is ez részben igaz, de másrészt azért látni kell ezt az egészet egyben is, hogy honnan, hova tartunk, nem? Így van, tehát a szövetségi kapitánynak annak mindig nagyon sokrétű az ő feladata. Beletartozik az is, hogy a játékosoknak a koncentrációt egy mérkőzésre összpontosítja. Tehát, hogy a játékosnak nem menjen a figyelme, ő neki tényleg arra az egy darab mérkőzés legyen a legfontosabb, és ne nézzen sokkal előrébb, de egy szövetségi kapitánynak előre kell nézni, tehát neki kell koncepciónak lenni ugyanígy, mint egy bajnokság felé kibítése. Tehát ez hasonló, csak itt rövidebb a, az időszak. Szerintem nagyon jó volt a csapatnak ez, hogy elmentek Norvégiába a Möbelin kupára, ez nagyon hasznos információkat tudott adni a szövetségi kapitánynak. Mm. Világos, tehát jól tette a szövetségi kapitány, hogy vállalta azt is, hogy ilyen erős ellenfelek ellen úgy megy utána az eb hogy, hogy vereségek voltak ezen a kupán, nem, mert nem ez számít, hanem az, hogy milyen minősége voltak azok a mérkőzések. Így van, így van. Én arra vissza visszacsatolni, hogy én amikor játszottam, és én válogatott voltam, és olyan nagy eredményeket elértünk, ugye, amit csak drukkolunk, hogy a 2000-es Európa bajnoki aranyéremhez közelítsen a mostani válogatott, akkor mi mindig jó csapatok ellen, én mindig arra emlékszem, hogy hogy mentünk és Franciaországba mentünk, mi is mentünk, a Möbelin kupára mentünk, Kievbe, és nagyon-nagyon jó csapatok ellen tudtunk edződni, és ez szerintem ez sokkal fontosabb az, hogy egy jó csapat ellen játszona a csapat egy világbajnokság bajnokság, vagy egy Európa bajnokság előtt, mint egy nagyon könnyen 20 gollal nyert ö, ö, csata után menjünk ki. Bíró Blanka 36 a 36%-ával, a kapusok közül harmadik a listán, kísérve 33%-on áll, viszont ő a legjobb hetes védő eddig az egész mezőnyben. Európa bajnok kapusként és magyar kapus edzőként egyőre nyugodtan dőlhetsz -e hátra, hogyha nézed a kollégákat, az utódokat. Hú, nagyon jó lenne, ha ez menne tovább. Tehát amikor elindult az Európa Bajnokság, nem volt egy kis félsz, és a Bakos Istvánnal beszélgettem is erről, hogy sajnos a Blaninak nem nagyon sikerült ez az őszi időszak sem a bajnokságban, sem a BL-ben, és hogy hogyan tud ebből kijönni. És úgy látszik, hogy megtalálták azt a koncepciót, amivel ki tudott jönni, és a horvátok elleni jó teljesítmény magapiztosságot tud neki adni a továbbiakra, Évike, nagyon ügyes, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen, ilyen, meghatározó teljesítményt tudott nyújtani a Spanyolország ellen, és hát az hetesről régen is azért ez benne volt. Tehát olyan végtagokkal rendelkezik, ami a női mezőnyben nagyon különleges, és nincsenek felkészülve rá az ellenfelek, és váratlan, amikor ott a kikerül egy méterre szembe egy ilyen hosszú végtagú kapus, az váratlan szituációt tud eredményezni, és ez nagyon jó hatékonysággal védi ezeket a labdákat. Vajon miért döntött Kim Rasmussen úgy, vagy Bakos István kapus edző, hogy az egyébként itt az elbén korábban jól teljesítő bíró Blanka helyett variál, és akkor vált kapust. Ugye ez mindig érdekes kérdés, hogy, hogy milyen alapon, milyen megérzésekkel vagy tudatossággal variálják a kapusokat a világversenyeken. Egyrészt hogy kettő nagyon jó kapusuk van, tehát miért ne lehetne váltani. Másrészt, hogy biztos, hogy folyamatosan nézik azt, hogy milyen teljesítmény nyújtan a kedzésen, stb. a szak is biztos, hogy belejátszik, illetve valószínű volt, hogy nem átlövések lesznek, hanem nagyon sok szélhelyzet, nagyon sok zicserhelyzet, és mint ahogy előbb is megbeszéltük éviken, nagyon jó ebben a kategóriában, úgyhogy valószínűleg ez is közre a döntésükben. Értelmezhető kérdése az jelen pillanatban, hogy melyikük a jó kapus. Ez tökéletesen lényegtelen, az a lényeg, hogy nyerjen a magyar csapat, és az, amely, az a kapus, amelyik éppen bent áll a kapuban, az egy nagyon jó teljesítmény nyújtson. Az utolsó tíz percben a spanyolok ellen már a kevesebb le, játék kapó tartalékok is a pályára kerültek, tehát eléggé bátran variálta egyébként is Rasmussen a keretet. De most már, hogyha ránézek erre a keretre, az a kérdés hozzá, hogy mikor látunk majd benne fehérváriakat. Ott volt, ott volt a, a, a bő keretben, Orsolya, ott volt a, a, az edzőtáborokban, és és, 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 a válogatott közelépe volt, mi nagyon drukkoltunk neki, hogy, hogy, sikerüljön, és hát a szövetségi kapitány most nem mellette tette le a voksát, de nagyon reméljük, hogy, hogy a későbbiekben újra a meghívót fog kapni. Szótajtettünk itt a csapatszintű statisztikákról is, erről a 50%-os hatékonyságról, 162 támadásból 81 gól. Nagyon jó a csapat betörésből és szélső gólokból, és ez a korábbi évekhez képest egy üdítő változás, amikor, amikor nem volt ennyire széles általában a, a, a magyar női válogatott támadó szekciója és játék képe. Mire számítasz repertuárban milyen változások, milyen újdonságok jöhetnek még be a következő szakaszban? Hát, ha megnézzük ennek a válogatottnak a szerkezetét, akkor láthatjuk, hogy alacsonyabb játékosokat választott a szövetségi kapitány, hiszen ő a dán stílusnak a híve, hiszen onnantól jött, ezt tanulta, és ezt a stílust ő nem is teszi félre, úgyhogy látható, hogy nem a nagy lövök az elsődleges választási pontjai, hanem ez az alacsonyabb súlypontú játékosokat választotta, aki ugye inkább a betörésekben tudnak jeleskedni, mint az átlövésekben, Viszont nagyon jó széljátékunk van, ami az utóbbi időben egyre jobban erősödik, amivel ugye megnyitja a lehetőséget a betörésekre. Tehát nagyon nagy változásokat én nem várok a csapattól, hanem ugyanezt a lelkes, agresszív és erőteljes támadójátékot. Vársz-e mondjuk többet a a gyors lerohanásokból, amit az első két meccsen egyáltalán nem láttunk, de utána a spanyoloknál nyilván az ilyen értelme, hogy te is mondtad, jobban feküdt ilyen szempontból is nekünk, mert ez nem egy lassú válogatott, szóval hogy ezzel többet fogunk operálni most erősebb még erősebb ellenfelek ellen. Így van, ez minden, minden csapat számára egy nagyon fontos, úgy mint szoktuk mondani, hogy könnyű gólokat lőni, mert Gyorsan, gyors lefolyással ö, nagy terhet tudunk levenni magunkról, ha egy gyors indítás volt, tudunk lőni. Ehhez ugye kell a kapussánc kapcsolat is, hogyha jó védekezés van, abból egy jó teljesítmény abból könnyebb indulni. Tehát ö, nagyon jó lenne, ha tudnánk ezt a fegyvert továbbra is használni. A norvégok eddigi produkciója meglepetés lehet, ha bár vannak hiányzóik. Ö, ö, most jelen állapotban legyőzhető ellenfélnek látod őket? Hát mikor ne győzzük le, ha, pont, ha, ha nem. nem most? Tehát természetesen, tehát ha nekik vannak problémájuk, azokkal foglalkozzanak ők. Biztos, hogy nincsenek hozzászokva, hogy kettő, kettő mérkőzést is elveszítenek, még a csoportkör ideje alatt, tehát ez legyen az ő problémájuk, viszont mi a kettő utolsó mérkőzésünket megnyertük, tehát biztos, hogy, hogy jó mentális elővel rendelkezik a csapat, ezt ki kell használni, tehát itt az ideje, hogy legyőzzük a norvégokat. Északi sztárcsapat ellen aki edzővel, az ő stílusát azért magunkhoz ad. De mégiscsak magyar fejjel és magyar háttérrel, magyar válogatottként mi lehet, vagy mi lesz a jó taktika ellenük szerinted? Hát ez majd a szakemberek eldöntik, hogy mi a, a jó taktika ellenük. Igazából ez a legfontosabb, hogy higgyenek a játékosok, higgyen a stáb benne, hogy igenis itt az ideje, hogy a következő ellenfelinket, Norvégiát, Németországot, és végén a románokat, mert miért le lehetne a románokat megverni? Én azt tapasztaltam a, a saját világesemény lévő tapasztalatom alapján, hogy a románok a, a minél közelítünk a vége felé, ott belső feszültségek lesznek, mindig összevesznek a végére. Úgyhogy nagyon jó, hogy az utolsó harmadik meccsünk a románok ellen, hát ha összevesznek a Nagyon érdekes elem, tehát <laughs> ilyen értelemben akkor, ha kellő időben találkozunk velük, akkor lehet azt mondani, hogy te aztán igazán nem voltál román fóbiás, inkább ők magyar fóbiások. Igen, mi egyszer nagyon emlékezetes, amikor az románoktól kikaptunk 2005-ös világbajnokságon Szentpéterváron, ugye a döntőbe jutásét játszottunk a románokkal, és hát nagyon jó formában voltunk, és volt egy tolnai nevezetű kapus, aki kivédte a szemünket, és ezáltal ők jutottak tovább, de az összes több ilyen párharcban azért én arra emlékszem, hogy inkább mi jutottunk tovább. A végerértünk értünk, annyit mondjál még meg, látva az eddigi meccseket, szerinted meddig juthat ez a válogatott az Európa-bajnokságon? Tomori Zsuzsi azt mondta, hogy tegnap, hogyha álomszerűen alakul, minden, akkor uh -huh. szerinte hatba. Igen, tehát ha megnézzük a, most a tabellát, és ezt a pozíciót mi meg tudjuk tartani, mert nem véletlenül értük el azt, hogy mi most a harmadik helyen vagyunk, hanem ezt elért a csapat a saját teljesítménye alapján, ha ezt meg tudjuk tartani, és miért ne sikerülne, akkor az a hat az nem egy elképzelhetetlen dolog. Merni kell nagyot álmodni, mert csak akkor lehet elérni. Így legyen. Köszönöm szépen, Timi, hogy Én itt is Köszönöm szépen.